A 80-as évek kultfilmjének főhőse Pete Maverick Mitchell, az ifjú pilóta vágya a legjobbnak lenni. Sikerül is bekerülnie azok sorába, akik részt vehetnek az 5-7-es elit kiképzésen, leplezetlen akaratosságával viszont sokak számára válik ellenszenvesé. A haditengerészet kiképző iskolája a versengésről szól, minden diák a legjobb akar lenni, ami nem csak a parancsok követését jelenti, de olykor a szabályok ellenére a legmerészebb repülési manőverek bemutatását is. A Paramount Pictures idén tavasszal visszahozza a Top Gun világát és a Pimasz pilótákat a mozikba, de vajon mennyire valósághűek a manőverek és a két filmben ábrázolt légi bemutató? Egy repülőmérnök és műrepülőpilóta elmondja, a Top Gun, Maverick hol haladja meg a valódi pilóták képességeit és hol feszegeti a fizika határait. Meglepő módon a manőverek és a fizika szempontjából az 1986-os Top Gun abszolút valósághű volt. Mondta Bernardo Malfitano a Popular Mechanic kérdésére. A film túlnyomó részét valódi repülőgépekkel forgatták, valódi repüléssel, nem modellekkel vagy CGI segítségével, tette hozzá. Malfitano 2011 óta repülőmérnök és magánpilóta, vagyis ismeri a műrepülő stílus csínyát-bínyát. Technikailag precíz mozdulatokkal repül kaszkadőr repülőgépeken, amelyek feszegetik egy kis repülő képességének határait. A színészeknek természetesen nem kellett maguknak is kaszkadőrpilótává válni, a Top Gun forgatása során azonban a képzett pilóták mellett valóban repültek a repülőgépekben. A folytatáshoz a színészek 3 hónapig edzettek, hogy ellenálljanak a levegőben tapasztalt G-erőknek, így a jeleneteket valódi F-18-as vadászgépeken forgathatták. A film producere, Jerry Bruckheimer szerint Tom Cruise volt az egyetlen, aki képes volt ellenállni a vadászrepülőgép G-erőinek, amely akár 8-9 GT is jelenthet. A képzett pilóták még nagyobb erőket is kibírnak, ha speciális G-öltözetet viselnek, amelyek léghólyaggal szűkítik a lábakat és a hasat, hogy a vért a felső testben tartsák a manőverek során. Ha a Top Gun történetének leírása egy haditengerészeti pilóta életéről nem is volt tökéletesen megírva, a repülés szinte teljesen valósághű az első részben, mondja a szakértő. Egy látványos kivétel ez alól az a jelenet, amikor az F-14 felfelé gördül közvetlenül az F-5 MiG-28 tetején, olyan közel, hogy az F-14 függőleges stabilizátorai a másik két oldalán lennének. Még ha fizikailag lehetséges is ez a manőver, annyira kockázatos, hogy ha bármi történne, kevés az esély rá, hogy a pilóták időben reagálni tudnának rá, mondja Malfitano. A folytatásban már F-18-os gépet láthatunk, a mutatványok viszont kevésbé valósághűek. Az első és a második Top Gun film között Tom Cruise igazi pilótává vált. Így Malfitano meglepődve látta, hogy a folytatás előzetesében ábrázolt repülőgép manőverek kevésbé valósághűek. Hollywood megszállottjává vált a hátraszaltó harcosoknak, mondja. Mégis, ma már alig lehetséges a tolóerővektorral, vagyis a repülőgép azon képességével, hogy módosítsa a hajtómű tolóerejének irányát, hogy szabályozza a repülőgép magasságát vagy szögsebességét. Ez a technológia sem jelent meg egészen az 1990-es évekig. Noha az új Top Gun, Maverick filmnek a mai időkben kellene játszódnia, még mindig nehéz bravúra hátraszaltó teszi hozzá. A folytatás egyik előzetese egy Suhoi Su-57-es repülőgépet ábrázol, amint egy Pugacev Cobra nevű mozdulatot hajt végre, és vízszintes repülés közben pörög. A szakértő szerint mindkettő lehetséges olyan megfelelő repülőgépekkel, mint például a Su-57 és az F-22. A manőver során, amelyet először Viktor Pugacholyov szovjet tesztpilóta hajtott végre 1989-ben, a pilóta teljesen függőlegesen, vagy akár azon túl is felviszi a gép orrát. A tolóerővektor nélküli repülőgépen ennyire hátrafelé húzás azt jelenti, hogy a pilóta a gép fara felé támaszkodó ellenállásra támaszkodik, hogy ismét előre tudja dönteni az orrát. Tehát a repülőgép tolóerőtömeg arányának nagyobbnak kell lennie, mint egy.
A tolóerővektoros repülőgépekkel ez egy kicsit könnyebb, de ennek ellenére a hajtóműveknek elég erősen kell működniük egész idő alatt ahhoz, hogy a sugárhajtású repülőgép magasságát fenntartsák, annak ellenére, hogy a sebesség és az emelés csökken. A folytatásban az F-18-asok is láthatók, amint egy Pugacev cobrához hasonló mozdulatot hajtanak végre, ami csak akkor lehetséges, ha az F-18-asok hátulján tolóerővektor fúvókákat helyeztek el, mutat rá Malfi Tano. Számára a második film legizgalmasabb jelenetei Maverick-et ábrázolják nyomástartó öltözetben, és egy hiperszonikus repülőgépnek tűnő repülőgéppel repül. Malfi Tano kiszúrta, hogy a Lockheed SR-72-je, a Boeing MAF 5 utaszállítója és a Reaction Engine Skylon-ja is hasonló konfigurációval rendelkezik, mint az előzetesben szereplő rejtélyes repülőgép. Talán a Top Gun Maverick egy innovatív, új repülőgép kialakítást mutat be, amely még mindig kissé futurisztikus, hogy még több izgalmat adjon a folytatásnak. Malfi Tano szerint ez egy érdekes jelenet a trélerben és talán rendben van, sőt ideális is, ha ennek a filmnek a repülőgépei dacolnak a fizikával. Minden esetre biztos, hogy sokkal több izgalmat jelent majd a nézők számára.